Drágább lesz jövőre az autópályázás. De vajon leverjük-e a benzinről az ársapkát? Sor került a világ első villanyautós vazektómiájára, spórolj Porsche-ban lakva, vegánok lesznek a BMW-k, és kiderült, miért merült el tegnap a Tesla a Dunában. 2022. szeptember 8-a van, ez a TC Híradó. Az autópálya díjakat az augusztusi inflációs adat alapján árazza a következő évre a kormány, ami úgy néz ki, hogy 15,6% volt. Vagyis még egy kicsit durvább, mint a júliusi 13,7%. Ez azt jelenti, hogy ha csak nem változik meg a jogszabály, amire ezen a ponton semmi sem utal, akkor jövőre a 10 napos autópálya az eddig 3820 helyett 4420 forintba fog kerülni, a havi 5210 helyett 6020 forintba, az éves 46000 helyett 54000-be, és az a bizonyos megyei, ami mindannyiunk fejében úgy él, hogy az 5000 forintos éves megyei, az valójában 6300 forint lesz. Szomi. Gulyás Gergely azt mondta a mai kormányinfón, hogy az ársapka fenntartásáról benzin és gázolaj ügyben és az élelmiszerek hatósági árával kapcsolatban is a jövő héten dönt a kormány, vagyis akkor derül ki, hogy meddig tart ki a 480-as benzin és gázolaj. Sokan nyúztatok minket azzal, hogy ez végül is egy jó vagy egy rossz dolog, ami néhány percben nem fér bele, de egy dolgot azért végig lehet számolni. Ha valaki mondjuk nem autózik, az egy forintot sem érez ennek a könnyítéséből. Ha valaki viszonylag sokat autózik, mondjuk megy 20 000 kilométert mondjuk egy dízelautóval, ami most lenne ugye nagyságrendileg 7 literes fogyasztás feltételezve 1400 liter per év, annak kb. Ugye a 774 forintos nem hatósági, nem piaci ár és a 480 forintos piaci ár különbözetével számolva azt lehet mondani, hogy minden literjébe beszáll valaki, például te meg én, 294 forinttal. Az azt jelenti, hogy éves szinten 420 ezerrel szálltunk be a sokat autózó embernek a pénzébe, és semennyivel annak, akinek eleve nincs is pénze autóra. Ez az, ami azt a típusú igazságtalanságot hozza, ami miatt nem biztos, hogy valami, ami elsőre jól hangzik, összességében mindenkinek ugyanannyira jó. Sokan tartanak attól, hogy a nyersanyaghiány kiheréli az európai gazdaságot, és hát így aztán a magyart is, és valami hasonló történt Austinban, Texasban. Azzal a fontos különbséggel, hogy nem a gazdaságnak, hanem egy páciensnek a kiherélését kellett megoldani, kifejezetten az elektromos autózás segítségével, de nem annyira drasztikusan, amilyennek most magad elé képzeled. Az a helyzet, hogy a texasi elektromos hálózat egy kissé ingatag, és gyakran vannak üzemszünetek, úgynevezett áramszünetek más néven. A páciens, amikor értesült arról, hogy sajnos nem elvégezhető a beavatkozás áram hiány, kétségbe esett, mert nem akart kivenni még egy szabad napot, egy ilyen fontos dolog kedvéért se. Az orvos viszont rájött, hogy nemrégiben átvett villanyautója, a Rivian R1T elvileg képes ellátni elektromos árammal az egész klinikát, vagy legalábbis azt a részét, amire szükség van a vazektómia elvégzéséhez. A vazektómia, ha valaki esetleg nem tudná, nem a golyók és a zsák teljes lemetélését jelenti, az kissé talán drasztikus lenne, továbbá hát ugye nem termelődne normálisan tesztoszteron, aminek ott lenne dolog, mégis menjünk most benne a dolog anatómiájába. Az a lényeg, hogy ez két aprócska bemetszés, amivel csak az ondó vezeték útját vágják el, és többet ugye nem jut el, így aztán az örökítő anyag a hímveszőben található húcsövön át a megtermékenyítendő petesejtig. De maga a funkció és annak az erkölcstelen élvezeti faktora az ugye ugyanúgy fennmarad, csak éppen kell a mikrosebészethez áram. Az áramot a Rivian sikerrel szolgáltatta, elvégezték a beavatkozást, tehát elmondhatjuk, hogy most már egészen biztos, hogy potenciálisan gyermekek millióinak a meg nem születéséért felelős az elektromos autózás elterjedése. És aki szorgalmasan dolgozik, pláne hogyha Amerikában is pláne olyan jellegű munkát végez, mint mondjuk egy vazektómia, annak előbb-utóbb óhatatlanul szüksége lesz, és pénze is egy Porsche-ra. Nagy gondot jelenthetett eddig, hogy aki egyszerre szeretne sportautózni, ugyanakkor szívesen tartózkodik legalább néhány Instagram poszt erejéig zöld természetben, és ott meg is hálna. Ezt a kettőt nem lehetett igazán jól kombinálni, de most a mai nap folyamán a Porsche hivatalosan bejelentette, és ez tökre nem vicc, hanem a valóság, a leghivatalosabb sajtóközlemény érkezett róla, hogy gyári tetősátor kapható mostantól a 911-hez. Bizony, lehet venni más Porschehoz is, de az egésznek azért a savát borsát az jelenti, amikor
a klasszikus 911-jel, minden idők sportkupéjával végre megjelenhetsz úgy, hogy amikor kedved van, akkor egyszerűen csak tik, fölállítod a tetején, és alszol benne. Magát a tárgyat a Porsche Weissach Development Center nevű helyén tervezték, maximum 130 km/h csökkenti a végsebességet, ugye, hogy ne szakítsa le a menet cél azt az egyébként nagyon látványos műanyag aerodinamikus tokot, amit gyártottak hozzá. A vételára, hát tudom, hogy igazából, hogyha egyáltalán érdekelnek ezek a számok, akkor amúgy is méltatlan vagyok rá, hogy ilyen nem legyen valaha, de 4945 euró, tehát egy kicsit kevesebb, mint 5000, ami elsőre azt mondtam, Jézus Úristen, 2 millió forint egy istenverte sátorért, elment ezeknek a józan eszük, de akkor eszembe jutott, hogy egyrészt ugye ez Porsche. Másrészt benne van az is a sajtóanyagban, hogy 258x257 cm az alapterülete nyitva. Ezt gyorsan átszámoltam négyzetméterre, és visszaosztottam az árára, és képzeljétek el, az derült ki, hogy 296 ezer forint per négyzetméter a felállított sátorára, ami a budapesti átlag lakás négyzetméter árnak a fele harmada. Tehát igazából ez nemhogy nem drága, hanem valójában egy már-már megalázóan olcsó lakhatási megoldás, amit így aztán csak a presztízs veszteség megkockáztatása mellett ajánlok Porsche tulajdonosoknak. Szintén Nyegleó nyakába kell varnom, hogy ő volt az, aki amikor megmutattam neki ezt a Porsche-sírt, azt mondta, hogy oha, de hát ez semmi, hát ismered-e a 996 Roadtrip instáját, amit természetesen nem ismertem, és kiderült, hogy van egy csávó, aki praktikusan abból él, hogy egy 996-os sorozatú, tehát az első vízhűtéses, relatíve olcsónak mondott Porsche 911-jel, pontosan ezt csinálja, csak a saját maga által fejlesztett eszközöket használja hozzá, és a saját tepsiét tette a tetejére, azt a tetősátrat, ami alatt ráadásul gátlástalanul veret. Tehát miközben a gyári megoldása a maximum 130-es, óvatosnak kell lenni, ő keresztül kasul megy vele mindenen, hátborzongató módon. És én ezen a ponton már éreztem is, hogy azért az autós Instagram az mindig nagyobb bicepszekkel rendelkezik, mint ahogy így próbál valahogy szánalmasan utána menni maga az autóipar. És aztán megismertem Nyeglónak köszönhetően az NSX Extra csatornáját is, akinek nem az van, hogy Honda NSX-e van, hanem Honda NSX-e van, ami mögé odaköti a Honda NSX-ből készített sátras utánfutót, amiből kiveszi azt a kutya utánfutót, amit az autó színéhez megfelelőre fényezett Honda motokompó kismotor mögé lehet akasztani, hogy ha a szerkesztőségi hipstométert nem zártuk volna el a mélygarázs legmélyére vasajtók mögé, akkor mostanra a robbanásának a srapnelyei már rég levitték volna a fejemet, és itt véreznék el a stúdióban. Ennél durvábbat a büdös életben nem láttam. Minden egyes eleme kétségbejtő a maga átgondoltságában, fantasztikusságában és nyilván felháborító célszerűtlenségében. A motokompó önmagában is megérne egy külön adást, de sajnos nem érünk rá. Ezt ugye a Honda 81 és 83 között gyártotta, vagyis most már veteránnak számíthatna. Arra, hogy bele lehessen hajtogatni a Honda által akkoriban szigorúan a belpiac számára értékesített, általunk jazzként ismert korai kis autókba. És ez a kombó, tehát egy korai jazz egy benne lévő motokompóval, ez az egyik legkívánatosabb dolog, amit a japán autó- és motoripar valaha előállított. Vegánok lesznek a BMW-k. Bizony. Mondjuk annak, akinek feltűnt, hogy amúgy is mindegyik hódra hasonlít, ez már különösebben sok meglepetést nem tartogathat, hiszen a hódok, mint tudjuk, fát esznek, és nem pedig mondjuk borjút, de mostantól a belső térben sem nagyon lesz semmi állati eredetű. Ez egy olyan folyamat, ami felszereltségi szintenként lesz majd elérhető, de apránként teljesen ki szeretné vezetni a BMW az állati eredetű anyagokat az autók belsejéből is. Ez egy őrületesen izgalmas és teljesen ismeretlen, megbecsülhetetlen mélységű vermet nyit meg, hogy vajon hülyeség-e környezetvédelmi okokra hivatkozva azt mondani, hogy nem használunk bőrt mondjuk a kormányra vagy az ülésre, amikor a bőrből egyébként már embertársaink kiették az állatot. De ebbe most nem megyünk bele, hiszen ez egy hírműsor. Az minden esetre izgalmas része, hogy állítólag, függetlenül mindenféle etikai vonatkozásoktól, önmagában a dolog szén-dioxid lábnyoma lényegesen kisebb, mint hogyha állatot kéne felhasználni bármilyen formában, és állítólag nem csak a bőrre, hanem mindenféle egyéb állati származékra is érvényes lesz,
a kárpitban. Nem csak a BMW-knél, hanem a Miniknél, és már 2023-tól találkozunk majd a vegán belsőkkel. A Tesla egyébként szintén vegánnak hívja a saját, leginkább azért a kőolajra emlékeztető ilyen kellemetlen műanyagos belsőterét. De hát érted, végül is a vegán az azt jelenti, hogy növényből származó, és a kőolaj is a növényekből származik, csak kell hozzá sok millió év, ameddig megkeletkezik belőle. Azt mondja a BMW, hogy nem kell gyorsabb elhasználódástól tartani, mint a hagyományos bőrkárpitok esetében. Ezt én láthatatlanban is hazugságnak nyilvánítom innen, és majd 15 év múlva térjünk rá vissza, hogy melyikünknek volt igaza. És végül a tegnapi TC híradóban kértünk benneteket, hogyha van információtok arról, hogy hogyan kerülhetett a Dunába az a Tesla Model X, akkor légy írjatok nekünk, és annyira jó fejek voltatok, hogy írtatok. Nem is egy, hanem két olvasótól kaptunk levelet. Olvasom. A kompátkelőnél gördült a folyóba, miközben a sofőr körbe akarta kérdezni az ott lévőket, hogy mikor indul a komp. Állítása szerint az autó magától dobta ki a parkoló módot, egyébként állítólag éppen azért akart átkelni a Dunán, hogy eladja a Model X-et. Egy másik olvasónk szerint az úr állítása szerint már útközben is kidobálta D-sebességből N-be, vagyis üresbe. Valószínűleg most is kidobta üresbe, és ezért gurulhatott vízbe. Az autó céges volt, és eladásra vitte volna, 3-400 métert úszott a vízen, majd elmerült. Ez nagyon szomorú és népmesébe illő, már csak azért is, mert ugye tud-e kidobálni menet közben fokozatot egy autó, amiben nincs sebességváltó? Nem nagyon. Aztán lehet-e valahogy máshogy is elejét venni az elgurulásnak, azon kívül, hogy betesszük B-be? Lehet, mert van benne elektromos kézifék, mint minden másban is. Szóval én még mindig érzek egy kis kidolgozatlanságot, néhány feltáratlan részletet ebben a drámában, de az, hogy már Magyarország is egy olyan hely, ahol ilyen nagyértékű és korszerű környezetbe állt járművek tudnak elsodródni a folyamban, és egyáltalán, főleg ugye az egészben az a legjobb hír, hogy a Dunában szerencsére még van annyi víz, hogy el tudjon vinni egy 2,5 tonnás elektromos SUV-ot. Nagyon reméljük, hogy ez még legalább néhány évig így lesz, bár a dolgok egyelőre nem abba az irányba látszanak menni. Ezzel a szomorúan levitt hangsúllyal búcsúzom tőletek, holnap is találkozunk a TC híradóban, ami a hét utolsó híradója lesz, vagyis ahhoz képest legközelebb a vasárnapi parkolóparádén lehet majd velünk találkozni személyesen, ami a Hungexpon lesz délután, ahogy már általában lenni szokott, a témája a sportautózás, lesz rettenetesen sok sportautó, olyan is, amit mi szervezünk, és olyan is, amit ti hoztok, és lesz egy fantasztikusnak ígérkező mesterkurzus, elsősorban sportos és versenyautós futóművekkel kapcsolatban, amit a Mihedis csapatként ismert Mira mérnöke fog tartani. Ott találkozunk, sziasztok! Azt majdnem elfelejtettem, hogy jött két olyan komment YouTube-on a tegnapi adásra, hogy Miklós Pintér azt mondja, nagyon élveztem az eddigieket, de sajnos nem lesz erre 20 percen minden nap, főleg ha úgy megy majd, mint a Zanza, és egy hét múlva már másfél órások lesznek. Gábor Endre. Ajaj, ez is kezd elkarottásodni. Ez itt szakkifejezés. Az Anza is így járt. Ó, csak 10 perces kis szösszenetek? Már a negyedik adásnál 18-29. Haladunk. Na, ezért van az, hogy ezt a mait olyan kegyetlenül megvágta Roberto, hogy csak olyan rövid lett, hogy...